A Szeretet Híd az több mint 10 éve működik a Magyar Református Egyházban, és a korábbi években is nagy hangsúlyt fektettünk rá. Békeidőkben is, addig is, amíg többen voltunk itthon, addig is, amíg egy kicsit jobban állt a helyzetünk a gyülekezetek terén. Ebben az évben és ezekben az időszakokban, különösen most látjuk ennek, hogy óriási nagy fontossága van, hogy a gyülekezet, mint közösség, azt a töbletet, amivel rendelkezik lelki szinten, azt kiárassza a közösség a falu felé, és megmutassuk azt a szeretetet, amit az Úristen nekünk adott ebben a helyzetben. Nagyon fontos az, hogy azokban a falvakban, azokban a közösségekben, ahol most nagyon nehezen folyik a fejlesztés, a szépítés, egy-egy közösségnek a helyzetének a javítása, az most megmutatkozzék. És ezért én nagyon hálás vagyok az Úristennek, hogy ebben az évben is sor tudtunk rá keríteni. Mindenki a saját maga gondja, baja mellett részt vállal abban, hogy a közösségeink azok szépüljenek meg, a községek konkrétan, a falu, iskolák, óvodák, községi terek, ezek mind-mind fejlődjenek, szépüljenek. Az előző éveknek a statisztikáján alapulva, tehát a gyülekezeteknek javarésze, tehát egy ilyen 80%-a valamilyen formában kiveszi a részét a Szeretet Hídban. Kisebb közösségek értelemszerűen kisebb, a templom körül, az egyház körül, gyülekezeti ingatlanok körül végzett. Nagyobb közösségek, ahol megvan hozzá a munkaerő, ott nagyobb szinten is. De a kárpátaljai egyházkerület nagyon aktív, tehát a gyülekezetek nagyon jól állnak ehhez a munkához. A Szeretet Híd program kereteiben dolgozunk, ami az egész Kárpát-medencét érinti. Mi egy kicsit előre hoztuk a Szeretet Híd programot. Az május következő hétvégén lenne aktuális, ugye az összmagyarság számára, de a mi munkatársaink azt jelezték, hogy ők most tudnának ebbe részt venni. Azért tartom fontosnak, mert mi még most is javíthatunk, szépíthetünk, karbantarthatunk, és ez háladásra ad okot és elkötelez. Országunk keleti részén talán ma is romok alól próbálnak kimenekíteni családtagokat, időseket, gyerekeket. A mi Kárpátaljánk olyan kegyelmes helyzetben van, állapotban van, hogy mi még azon gondolkodhatunk, hogy ültetünk virágot, lefestjük a templom kerítését, és ez az, ami bennünket megmozdít, a hála. Isten iránti hála, hogy nálunk a háború árnyékában, de mégis a szépítésen, a fejlesztésen gondolkodhatunk. És fontos az, hogy a falu lakossága, a közösségünk magáinak tudja továbbra is a közterületeit, a templomát, az óvodáját, a kultúrházát, minden szintet. Már nincsenek polgármesteri hivatalok a kisebb falvakba, de ez nem jelenti azt, hogy mindent el kell valakitől várnunk. Nekünk magunk is lehet tenni, azért, hogy élhetőbb legyen a környezetünk, szebb legyen a környezetünk, és nem utolsó sorban vonzóbb legyen a környezetünk, hogyha véget ér a háború, akkor visszavágyjanak, hazajöjjenek az tőlünk elvándorlottak, és azt mondják, hogy eltelt 2,5 vagy 3 év, és itt mindent rendben találtunk. Most egy nyugdíjas férfi itt 3 fiatal helyett is próbál dolgozni, amikor temetőt takarítunk, amikor a faluba dolgozunk valamit, mert fiatalok nincsenek, az idősek próbálnak helytállni, az asszonyok, a konfirmandusok, az olyan rokkant Horváth Csaba, aki ott ül velem szembe a kis traktorán, láb nélkül, betegen, de itt van, ő is próbál segíteni. És hogyha egy ilyen embert látunk, akkor én, aki azt mondhatom, hogy 50 éves koromra csak 65%-ban van elkopva a szervezetem, akkor nekem kötelességem tenni.